Üdvözlet mindenkinek, itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban Wonder Woman 84-ről lesz szó, illetve még néhány másik filmet szeretnék megemlíteni, és rámutatni egy olyan trendre, amit már én oly sokszor hangsúlyoztam, azonban most már szerintem mindenki számára egyértelmű lesz. Ez pedig nem más, mint a nőiesítése ezeknek a szuperhős karaktereknek, az a fajta feminizáció, ami történik az egész társadalomban, melynek egyik eszköz egyébként a szórakoztatóipar különös tekintette, el, a filmekre, a zenére, az újságcikkekre, a hírekre, és hogyha még valaki egyáltalán olvas könyveket, akkor természetesen a nyomtatásban megjelenő propaganda is igen jelentős. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok, Infobaba, illetve Yahoo útja néven, a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Feltehetnénk a kérdést, hogy miért is problematikus az, hogy női esednek ezek a szuperhősök, és végre vannak olyan példaképek a nők számára, akikre felnézhetnek. Még akkor is, hogyha az elgondolás, hogy egy szuperhős lesz a példaképem, egy képregényhős, vagy egy filmkarakter, az elég szánalmas és jelző, hogy milyen üres lett a világ, hogy a gyerekeknek nincs a saját életükben olyan női karakter, akire felnézhetnek, és a társadalom arra programozza őket, hogy keressenek a családon kívül maguknak valakit, akit utánozhatnak, vagy akiről mintázhatják a saját viselkedésüket. De ide jutottunk, úgyhogy mit lehet tenni, ez nincs másképp egyébként a férfiaknál sem. Olyan szánalmas karakterek, mint Andrew Tate, vagy Pumped Gabo azok, Akikre a fiúk és a férfiak tekintenek. Ezért nem lehet hibáztatni az embereket, hisz társadalom elődeink döntései vezettek oda, ahol most vagyunk. A probléma az talán, hogy mi önszántunkban megyünk ezen az úton, és élvezzük azt, legalábbis emberiség többsége úgy tűnik, hogy élvezi. Aha. Én? 21 éve hülye vagyok. Egy idő után az ismétléssel a propaganda az megfogan az ember elméjében, átalakul valóságá abban. See, in my line of work you keep repeating things over and, over and over again. Sőt, olyan valóságá, amely befolyásolja után a gondolkodásmódját, cselekedeteit, ezt egyértelműen megfigyelhetjük az embereken, hogyha nyitott szemmel járunk a világban. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm. Azonban találtam egy-két jelenetet, különösen azt, amikor fut Csita az utcán, és szinte minden férfi kivétel nélkül, aki az utcán van, az iszik, tiszta idióta beszól neki valamit. Olyan szinten retardált, hogy az ember még ilyet nem látott. És a végén, mikor elege lesz már a nem tudom hanyadik szóba, akkor már nem bírja tovább, megáll, megveri azt az embert, és elégtételt vesz. De figyelj meg mindenki azt, hogy teljesen mindegy, hogy milyen ruhába öltözött az az ember, vagy egzisztenciálisan milyen szintjén áll a társadalomnak kivétel nélkül mindenki beszól neki, ahogy fut, és én kizártnak tartom, hogy ez a mai valóság. Ugyanúgy, ahogyan a síhákban, itt is azt akarják demonstrálni, hogy az ártatlan szegény nő megtesz mindent, ő a jó, ő a hibátlan, míg a férfi az egy idióta, aki vedel az utcán, és más se csinál, mint molesztálja és inzultálja a nőket. Szuperhősök lévén fölösleges arról beszélni, hogy egy klimax utáni nő hogyan képes megverni egy férfit ilyen egyszerűen az utcán, azon viszont érdemes elgondolkodni, hogy milyen fajta összefüggés van a büntetés és a vélt vagy valós bűn között, amit elkövetett ez a férfi. Képzeljük el a szituációt fordított esetben, hogy fut egy férfi az utcán beszól neki két-három nő, és aztán ez a jelenet megtörténik, ahol az a férfi végigrugdossa azt a nőt az utcán. Ha lett volna egy jobb módszer arra, hogy családot alapítsanak az emberek, férhez adják a lányaikat, asszonyt keressenek a fiaiknak, ha létezett volna más módszer, akkor azt alkalmazták volna. Azért nem alkalmaztak más módszert, mert nem létezett. És nincs is, mi sem találtunk ennél jobbat. Utána nézett első mű, aki után nézett. Tényleg kereszthetjük a lányokat 13-14-15 évesen, hogy aztán 18 éves korukra már túl legyenek 4-5-6 baráton, aztán mire úgy döntenek, hogy házasodnak 31-2 évesen, mire már kifele futnak az időből, addigra már több partnerük volt, mint egy jégkorong csapat. A másik oldalon a fiúknak meg egyszerűen csak megtaníthatjuk azt, hogy teljesen mindegy, csak élvez az életet egyikről a másikra, aztán majd valami lesz, mire 35 éves korodra megunod a fifázást, a szivogat meg az italozást, a bulizást, meg a havarokat. És akkor két középkorú ember majd igyekszik családot alapítani úgy, hogy a nő biológiai órájának minden perte ellenük van. Like Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni az infobubble.hu illetve a .hu weboldalon. Ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az infobából, illetve Yahoo útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.